Szép jó napot kívánunk minden kedves hallgatónknak, szervusz Tündi, hogy vagy? Szia Gergő, én jól vagyok, köszönöm szépen, továbbra is meleg van. Hát 25 fok egész héten. Szerencsére a hallgatóknak nem kell sokáig hallani, ugye? Mert hogy jövő hét után elmegyünk nyári szünetre, és szeptemberben reméljük, hogy már nem lesz ennyire dögmeleg ott a Angliában sem. Hát jó, itt van az El Niño, most ez a következő év várható, mióta a feljegyzések kezdődtek a valaha legmelegebb évnek. 24-es szóval nem vagyok remélhetőleg jók lesznek nagyon. Nem vagyok túl optimista a dologgal kapcsolatban, de igen, ez a, ja, de most hideg időben panaszkodtunk a hidegre, most panaszkodunk a melegre. Igazából folyamatos... te panaszkodsz ezekről főleg. Én némán lehetséges, tűröm. Igen. Én túlságosan brit lettem ebből a szempontból, hát asszimilálódni kell a helyiekkel. Ja, mert a németek mindenki... azok nem panaszkodnak, mi? Ezt én nem tudom. De itt is nemzeti sport. Így van. Szerintem egyébként minden nemzetnél nemzeti sport a panaszkodás, és attól függ, hogy éppen milyen közegben helyezkedik el az ember. De az időjárásra való panaszkodás. Szóval igen, szóval alapvetőleg minden oké, munka. Fú, fáradtak, most miért beszélek magamról több eszámba? Jaj, de nehezen akar ez most, nem tudom. Szóval alapvetően minden oké, csak elfoglaltság. Veled mi újság? Két szót mondjál. Nincs semmi. Jó, oké. Két szót mondtam, ennyit kért. Egyébként tényleg nincsen semmi, tehát, hogy így folyamatosan haladgat a munka. Most csütörtökön voltam bent pont a Szabad Electron Laser Bunkerbe, megnéztem az új nyalábot. Úgyhogy az nagyon érdekes volt. Aha, igen. Hát tök jó egyébként, mert úgy tudták megépíteni, ugye, hogy igazából mi a budget költségvetésen belül maradtak, tehát ami állatrányerve azon belül maradtak. Az időben kicsúsztak, de ugye ott volt közben kvázi majdnem egy egész évnyi leállás, ugye Covid alatt nem lehetett. Aha. Egy az, hogy bemenni sem operálni a lézert, a másik meg, hogy ugye azért egy ilyen lézerhez rendkívül speciális elektronika, műszerek, legyártott részek kellenek, és egyszerűen a cégek nem működtek, amik ezeket legyártják. Úgyhogy igazából ez az egyetlen izgalmas dolog, ami a héten történt, és hát, ja, más nem is nagyon tudok mondani, cikkírás, labormunka, pályázatírás, ebből áll az élet. Hát akkor nagyon gyorsan is mondd nekem, hogy miről fogunk ma beszélgetni, mert én így kiéhezetten várom a mai tudományos témát. Jó, ez tetszett. De hogy gyorsan le is kell darálnunk a részt, ugye ugyanis pont, hogy az éhségről lesz szó, és hát azt szerintem elárulhatjuk mind a ketten, vagy hát így a kulisszák mögött, mint amit már sokszor mondtunk, hogy előre felvesszük a részeket, és hát általában ilyen délelőtt 11-12 óra körül szoktuk elkezdeni felvenni, ugye hol német, hol angliai időszámítás szerint, és hát bőven benne vagyunk most az ebédidőben, úgyhogy kopog a szemünk, de az éhségről lesz szó. Ja, nekem annyira nem. Te mondtad, hogy neked ez most kínzó epizódre lesz. Én egy bő órája reggeliztem, szóval még én oké vagyok. Hát nálam ez úgy néz ki, hogy ugye én reggel nagyon keveset szoktam enni, kvázi az, hogy a kávé az valamire leérjen, mert hogyha én reggel sokat eszek, főleg hogyha sok gyümölcsöt vagy édes dolgot, akkor egy-két órán belül megvan a cukorzuhanás, és akkor ott kókadozok a munkában, úgyhogy általában hát 11:30-kor szoktunk elindulni a melóból kajálni, ugye a menzára, általában ilyen 3:45-12 körül már enni szoktunk. Na mindegy, de hát ugye arról fogunk beszélni, hogy mi az az éhség, és hogy honnan tudja a szervezetünk, hogy mennyit kell enni, és mi történik, hogyha nem eszünk eleget. Ugye a túléléshez az emberi szervezetnek rendelkeznie kell energiatartalékokkal, amelyek testzsír formájában állnak általában rendelkezésre,
és a zsírszövet a leptin nevű hormon segítségével rendszeresen üzenetet küld az agynak, arról, hogy a szervezetnek ugye mennyi energiatartaléka van. És amikor az agy sok leptint kap, akkor az azt üzeni a szervezetnek, hogy tele vagy, hagyd abba az evést. Viszont bizonyos helyzetekben, mint például ugye az elhízás, illetve a terhesség alatti rendkívüli hormonális változások miatt, az agy sokkal kevésbé lesz érzékeny a leptinre, így az emberek nem érzik jól lakottnak magukat, tovább esznek, ugye ide jöhet a stressz is, ugye a stressz evés, egyszerűen az agyunk elveszíti az érzékenységét, és vagy azt mondja, hogy nem érzi magát jól lakottnak, vagy folyamatosan azt az ingert küld, hogy egyél. És ugye ennek eredményeként a szervezetben az alacsony energiatartalék illúziója jön létre, ami miatt az agy kevesebb evés abbahagyása parancsot küld, hiszen ugye az agyunk számítógép, tehát hogy ténylegesen az van, hogy stop evés. És ennek eredményeképpen az emberek bizony tovább esznek, és hízni tudnak, hogyha például mozgásszegény életmódot folytatnak mellette. Igen. Szóval ez már megint egy nagyon aktuális témakör, ugye abban a szempontból, hogy tudjuk, hogy az elhízás mennyire egy globális egészségügyi probléma, és hogy mennyi szövődménye van, és mennyire negatívan hat. És valahogy ez a nagyon nehéz témakör, mert most mai napokban beszélgettem pont így a párommal, ahogy így most ő még olyan közegben van a munkahelyén, ahol meg így nagyon sok embertől azt látja, mintha ők meg így alig akarnának enni, és hogy ilyen nagyon ilyen megvonó étrendeket folytatnak bizonyos emberek. Tehát az se jó, de a túlzott túlevés se jó. Tehát amiről ma beszélgetünk, az főleg az, hogy az ilyen hormonális érdekes kérdések, meg az, hogy az agyban a jelek, ahogy mondod, mint az agy számítógép, az hogyan küldi a jeleket, annak a folyamat hogyan járul hozzá ehhez a problémához, és valahogy egyébként miért van az, amikor ez jó módon jelenik meg, idézőjelben mi az, amikor úgy nem. Tehát ez a témakör, ugye mihez fog jutni mindig vissza ez az ilyen egészségügyi témakörök? A hormonokhoz. A hormonokkal kezdődik nagyon sok minden. Ugye ezek, amik befolyásolják, hogy éheseknek érezzük-e magunkat, vagy jól lakottnak. És hát ugye azt is tudjuk, hogy rengeteget gondolunk arra, hogy ételre. Tehát tényleg ez a... Hányszor gondolunk arra, most magunkat is így nézzünk magunkba, hogy mit kellene enni, mi legyen a vacsora, nasolni kéne egy kicsit, kicsit csoki, itt van nyavajás jó idő, mostani van a mélyhűtőnk fagyival. Mert múltkor bevásároltunk. Ez egy dolog, hogy bevásároltunk horribilis mennyiséget, és az mondjuk 3 hét alatt fog elfogyni, szóval nem olyan katasztrofális a helyzet, de most is eszembe jutott, és akkor itt van a kínzó epizód. De tényleg akkor nasi, ilyen nasi, olyan nasi főétel, vagy ugye vannak tényleg sokan küzdködnek azzal, hogy ott van az előállt állapot, hogy túlsúlyos, szeretne fogyni, de iszonyúan küzdködik. Ez egy nagyon nem egyszerű kérdés. Tehát nagyon sokan vannak, akik szeretnének fogyni, még próbálnak tenni is, amennyit csak tudnak, és mégsem megy. Tehát nagyon komplex összetett kérdésről van szó, ahol ott van a fiziológiás része, illetve ott vannak a társadalmi kérdések is, hogy megítélés és szépségideál és bla 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 bla. Ne menjünk bele, inkább arra menjünk rá, hogy tényleg, hogy az a kérdés, hogy mit jelent az, amikor éhesnek vagy jól lakottnak érezzük magunkat, és ez hogyan kapcsolódik a testsúlyhoz. Tehát például azon gondolkodtunk-e már, hogy... Tudja-e a szervezet, hogy mennyit kellene ennünk, és ezt honnan tudja? És tehát kommunikáció a témakör. Ugye mi emberek, hogy kommunikálunk, beszélünk egymással, írással, gesztusokkal, egyebekkel. A test belsejében pedig, ahogy ugye már mondtam az előbb, a hormonok azok, amik a kommunikációt fogják végezni. Ugye amikor egy szervnek üzenetet kell továbbítania egy másik szervnek, akkor kibocsájt egy hormont a vérbe, és ennek a hormonnak a típusa, fajtája, illetve a mennyisége az, ami hordozza az üzenetet. Ugye a vér az egész testben aztán szállítja a hormont, és azok a szervek, amelyek képesek felvenni ezt, azok megértik annak az üzenetét. Ugye minden szerv az jó néhány fajta különböző hormont tud kibocsátani, illetve felvenni. Ugye ilyen módon ez egy eléggé élénk kommunikáció és beszélgetés, amit folytatnak. Aztán ott van persze az agy, ami ugye figyel ezekre a hormon szintekre, ugye ellenőrzi a szerveket, és egyébként tud aztán kibocsátani közvetlen idegi jeleket, vagy a saját hormonjait, hogy ő is küldjön üzeneteket, és irányítsa azt, hogy a többi szerv az mit csináljon, és hogy viselkedjen.
Igen, és hát ugye számos hormon befolyásolhatja és befolyásolja az éhség és teltség érzetet. Az egyik legfontosabb ilyen hormon az ugye a leptin, amiről egy kicsit korábban is most beszéltünk már. És ez a leptin a test zsírsejtjeiből felszabaduló hormon, amely üzenetet küld a test többi részének arról, hogy mennyi testzsír van. És hát ugye miért fontos ez? Hát azért, mert a zsír az ténylegesen a szervezetnek az energiatárolója, és az alacsony leptin szint azt üzeni a szervezetnek, ugye, ahogy azt tényleg korábban említettem, hogy az energiatartalékai fogyóban vannak, és hogy el kell kezdeni enni. A leptint aztán az agy egy hipotalamusz nevű területe szívja fel, amely az agy központi irányító rendszere. A hipotalamusz aztán befolyásolja a növekedést, ugye ezen kívül a vérnyomást, biológiai órát, ugye erről volt szó korábban a cirkadián ritmusos részünkben, valamint a szomjúság és jól lakottsági érzetet is, és a hipotalamusz a fáradtság és az éhségérzet kialakításával hat a szervezetre, így módon aztán a hipotalamusz szabályozza, hogy a szervezet mennyi energiát használt fel, mennyi energiát vesz fel, segít fenntartani a normál testsúlyt, és biztosítja a szervezet rendszeres energiaellátását. Igen, pontosan. Szóval aztán mi történik akkor, hogyha ennek a hormonnak, a leptinnek való, tehát ennek a megjelenésére valahogy a reakció nem jó a szervezetben, tehát hogyha nem reagál, vagy nem jól reagál. Mert vannak olyan helyzetek, amikor a hipotalamusz az agyban az nem megfelelően fogja fogadni a zsírszövet által küldött jelet a leptin révén, vagy nem megfelelően értelmezi a jelet. Ezt egyébként ugye a leptinre való csökkent agyi válaszkészséget, ezt hívjuk leptin rezisztenciának, a ugye leptin ellenállásnak, hogyha nagyon magyarosan akarnánk fordítani. Tehát vannak ilyen egészségügyi állapotok, ugye volt szó, vagy hallottam már valaha ilyenre, hogy inzulin rezisztencia, na leptin rezisztencia az itt jelenik meg. És ugye annak ellenére, hogy akkor esetén, amikor leptinrezisztencia alakul ki, a hipotalamusznak az alacsony leptin szintet érzékel, még annak ellenére is, hogy a leptin szint normális. Ugye ilyenkor a hipotalamusz azt gondolja, hogy a szervezetben nincs elég zsír. Válaszul csökkenti a testi folyamatok sebességét és éhségérzetet okoz, ami evést eredményez. Idővel a szervezet hízni fog, és a leptin szint addig emelkedik, amíg a hipotalamusz normálisnak nem értelmezi. Igen, és hát ugye a leptin rezisztencia például a terhesség alatt is megfigyelhető, ugye ennek van egy kicsi, megint csak, hogy a múlt heti részre is igazából visszatekintsünk és visszagondoljunk. Közben ugye Tündi eltűnt a képernyőről, visszajött a képernyőre. Ez ilyen stájúdítos, és már kész is. Igen, folyamatosan próbáltam észrevétlenül eltűnni egy pillanatra, mert be kellett a laptopomat dugni, mert már kezdett merülni. És így próbáltam, hogy hát, ha amíg Gergő átveszi a szót, addig észrevétlenül el tudok tűnni, de nem sikerült, elnézést. Nem tudsz, mert hát nyilvánvaló, hogy felhívom rá a figyelmet, hogyha esetleg nem ilyen lenne. Na, de mindegy, szóval vissza... Egy pillanatra bepánikoltam, hogy merül a laptopom. Jaj, azért az kellemetlen lett volna így a felvétellel együtt, meg minden. Na de, visszautalva a múlt heti részre, ugye, ahol szóba került az evolúció, hát itt is az, hogy a terhesség alatt a leptin rezisztencia megfigyelhető, ugye ez is egy evolucionáris dolog, hiszen ez arra készteti az anyát, hogy többet egyen. Pontosan. És ugye a terhesség alatt a szervezetnek tápanyagot és energiát kell szolgáltatnia, nem csak az anyának, hanem a növekvő magzatnak is, és a terhesség alatti leptin rezisztencia így lehetővé teszi az anyák számára, hogy növelje zsírtartalékait a fejlődő magzat energia szükségletének kiszolgálására, valamint ugye a szoptatásra való felkészüléshez, amely igen sok energiát igényel az anyától. És ugye alapvetően a leptin rezisztencia azt az illúziót kelti a hipotalamuszban, hogy a szervezetnek nincsen elég zsírja. Elhízás esetén is elő tud ugye fordulni, ahogy azt már korábban beharangoztattunk, de úgy nézem, hogy ez egy olyan rész, ahol minden második mondatomban azzal indítok, vagy azzal fejezem be, hogy ahogy azt már korábban említettük. Bár nagy mennyiségű zsírszövet van, a hipotalamusz ugye úgy érzékeli a leptin rezisztencia miatt, hogy a zsír mennyisége normális. Aztán, amikor a szervezet fogy, a hipotalamusz ezt úgy értelmezi, hogy a zsír mennyisége az optimális alá csökken, ezért igyekszik fokozni a testsúly gyarapodást okozó testi folyamatokat, visszaállítva az elhízást,
És a terhességi leptinrezisztencia és az elhízás közötti hasonlóság felveti azt a kérdést, hogy vajon ugyanazok-e a mechanizmusok, amelyek a terhesség alatti fokozott evést okozzák az elhízás esetén is. Igen, ezt még a tudósok nem teljesen értik, tehát ugye ez folyamatos, aktív kutatásnak a kérdése, mert kell, mert egy globális probléma kérdéséről van szó. Tehát tényleg még nem igazán értjük, hogy mi okozza a leptin rezisztenciát mind terhesség során, mind az elhízás során, de dolgoznak rajta a világszerte számos laboratóriumban, és több fő hipotézis létezik. Tehát első az például, hogy talán vannak olyan anyagok, amelyeket a szervezet termel, és amelyek csökkentik a leptin aktivitását. Vagy második verzió ötlet az az, hogy lehet, hogy stressz helyzetek befolyásolják a szervezetnek a leptin iránti érzékenységét, ami ugye tudjuk, hogy a stressz az nagyon sok mindent. Ugye a stressz is hormonális változásokat hoz a szervezetben, tehát egyértelmű, hogy miért van hatása. És akkor van egy harmadik variáció, amibe most az epizódban jobban bele fogunk menni, mert ez egy érdekes fejtegetés, ami azt veti fel, hogy lehetséges, hogy a hipotalamusz az, ami elveszíti a leptin érzékelésének a képességét valamennyire. Na, szóval ebben most akkor megyünk bele jobban. Az első kérdés ebben a fejtegetésben, hogy hogyan is jut el a leptin hormon az agyba? Tehát például alapvetőleg az összes hormon hogy jut be a Hogy jut be az agyba? Tehát, hogyha úgy elképzeljük, hogy hogyan mozognak a hormonok a vér áramban, és ugye ezek utána hogyan szívódnak fel az agyban, képzeljünk el mondjuk egy könnyű golyót, ami egy folyón lebegve eléri az agynak a partjait, ahol szorgalmas agysejtek kiszedik a folyóból. Az agynak azonban más szervekkel ellentétben szinte nincsenek ilyen szelíd folyópartjai, ahova a hormonok megérkezhetnének, ehelyett az agy egy erődítmény, amelyet meredek sziklafalak vesznek körül, amelyek megakadályozzák a hormonok bejutását. Ennek vannak funkciói. Ezek a meredek sziklák idézőjelben az agyi erek, amelyek egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek, ugye, hogy szabályozzák az anyagok bejutását az agyba a véráramból, lehetővé téve a szükséges anyagok bejutását, míg megakadályozzák a nem kívánt vagy veszélyes anyagok bejutását. Ugye ez a kulcsa. Az agyunk az nagyon nem szeretné, hogy rossz, káros anyagok bejussanak, mert annyira fontos szervről van szó. Tehát ez a rendszer az, ami segít megvédeni az agyat olyan veszélyektől, mint ugye a durva toxinok, méreganyagok, baktériumok. Ezt nevezzük a vér-agygátnak. Ugye ez a fogalom, ez lehet, hogy ismert másokak számára, mert ugye annyira fontos. Egyébként pont emiatt nagyon nehéz bizonyos fajta jó hatású gyógyszereket is bejuttatni az agyba, mert nem akar átjutni a véragygáton. Tehát fontos téma. Igen. És hát ugye akkor jön a kettes kérdés, hogy hogyan érzékeli a hipotalamusz a vér hormon szintjét, ugye miután már a hormonok bejutottak az agyba. A hipotalamusz mellett található egy apró agyterület, az úgynevezett medián eminencia, ahol a vérerek szerkezete és működése az viszonylag egyedülálló, hogyha az egész szervezetet tekintjük. Uh-huh. A medián eminencia olyan, mint egy nyílás a tündi által felhozott gyönyörű allegorikus rendszerben, mint egy nyílás a sziklafalban, amelyen keresztül a hormonok a véráram útján bejuthatnak az agyba, és távozhatnak is onnan. És aztán az agy többi részében található vérerekkel ellentétben az itt található erek nem zártak, hanem csöveknek tűnnek, apró lyukakkal. Ezeket a lyukakat fenesztráknak nevezik, ugye a fenestra a latin ablakszóból származik, ugye van a defenestráció is, ugye a történelemben, amikor valakit kihajítottak az ablakon, meg van a transfenestráció, ami hogyha úgy hajítasz ki valakit az ablakon, hogy nem nyitott ki előtte. Nyelvlecke vége. Tehát ezeket a lyukakat fenesztráknak nevezik, és mindegyiknek az átmérője kevesebb, mint 100 nanométer. Ugye egy nanométer az a milliméternek az egy milliomod része. Tehát ugye a 100 nanométer, az ugye egy milliméternek kb. A 10 000 része. És tehát pici. Így van. Tehát ez körülbelül 1000-szer kisebb, mint egy emberi hajszál vastagsága. Ugye az emberi hajszál az körülbelül 100 mikrométer.
És bár fontos a hormon üzenetek küldés és fogadása szempontjából, a medián eminencia a hipotalamusz gyenge pontja is lehet sajnos, ugyanis az itt bekövetkező bármilyen változás, például a fenesztrák távolságának, méretének, avagy számának a csökkenése befolyásolja a hipotalamusznak azt a képességét, hogy érzékelje a vérben lévő hormonoknak a szintjét, és ugye emiatt aztán hormonokat bocsásson ki a véráramba. Igen. Na és akkor ugye ezen a területen, amikor kutatások zajlanak, gyakran két fő kérdésre összpontosítanak ebből. Ugye hogyan jut el az agyba a leptin és a hipotalamuszba, ugye? Illetve vannak-e olyan akadályok, amelyek a leptin az agyba vezető úton találkozik, és amelyek a leptin rezisztenciát okozhatják. Ugye azok a tudósok, akiknek itt főleg a munkájáról beszélünk ebben az epizódban, a fő feltételezésük az az, hogy a leptinrezisztencia oka részben az lehet, hogy a medián eminenciában lévő néhány ilyen fenesztra az zárva van. Úgyhogy ha a medián eminencia érrendszerében nincs elég ablakocska a hormonok számára, hogy azokon keresztül juthassanak, akkor a leptin nem fog eljutni a hipotalamuszba. Ezáltal az agy azt gondolja, hogy kevesebb leptin van, mint amennyi valójában van. Tehát olyan, mintha egy kicsikét így egy trükköt játszanának az aggyal. De miért zárodnak le ezek a kis fenesztrák? Valami hasonló történik máshol is a testben. Tehát vannak ugye más szervek, mint a máj, de illetve ugye az ugye fehérjéket, hormonokat és más anyagokat vesz fel és bocsájt ki az ereken keresztül, és megfigyelték ezt már, ahogy az emberek öregszenek, a májban csökken az ehhez kapcsolódó ilyen kis fenesztrák, ablakocskák száma, és ez befolyásolja a májnak a működését. Ismert, hogy a hormonok befolyásolhatják a májban lévő fenesztráknak a számát, és hogy egyes hormonok szintje megváltozik bizonyos folyamatok közben, tehát például a terhesség, mint megint, az hatalmas változásokat tud hozni, de az elhízás során is, és az öregedés során is. Igen, és hát ugye ide jön a technológiai vívmány, ugyanis a jelenlegi kutatásokat már ugye nem csak egyszerűen például kis metszeteket kell készíteni, és aztán sima optikai mikroszkóppal megnézni, hiszen ugye ezek a fenesztrák, hogy 100 nanométeresek, vagy annál kisebbek, ugye van az úgynevezett, hát most egy kicsit szakmázzak, ugye a Rayleigh limit, ami kvázi azt jelenti, hogy egy optikai mikroszkópnak nem lehet jobb a felbontása, mint az a hullámhosszú fény, amivel mi vizsgálunk azon az optikai mikroszkópon keresztül. Tehát ugye a látható fényt azt betehetjük, hát most legyek nagyvonalú, 400-tól 800 nanométerig körülbelül, és ugye ezek 100 nanométeres kis lyukacskák, illetve annál kisebbek, tehát látható fényen nem lehet látni. Viszont vannak az úgynevezett szuperfelbontású mikroszkópok, amik bár dolgozhatnak fénnyel is, de általában kihasználnak valamilyen nanoszkopikus folyamatokat, a nanorendszerekre, kvantumrendszerekre jellemző folyamatokat, amely lehetővé teszi azt, hogy lássák például akár még a leptin molekulákat is, amint azok áthaladnak a fenesztrákon. És ennek során felfedezték azt, hogy a leptin, amely egyébként körülbelül 10 nanométer átmérőjű, tehát ugye az emberi hajszálnak 10.000 része megint csak, ha jól számolom, bár ezt már... De, jól számolom, mert 100 mikron, 10 nano. Na mindegy. És ugye nem csak a medián eminenciában lévő kis ablakocskákon halad át, hanem meglepő módon a hipotalamuszban lévő ablakocskákon is. És megállapították a kutatók, hogy a terhességben a medián eminenciában kevesebb ér lesz fenesztrálva, így összességében kevesebb nyílás van, és a hipotalamusz egyes részei egyáltalán nem kapnak leptint. Illetve azt is látták a kutatók, hogy a terhesség alatt csökken a fenesztrált erek száma a hipotalamuszban, ami megerősíti azt az elképzelést is, hogy a leptinrezisztencia esetén kevesebb leptin jut az agyba, ami az agyban lévő leptinszint téves értelmezéséhez vezethet, és túlfogyasztást és súlygyarapodást eredményezhet. Hát ezt ugye elképzelhetjük úgy, amikor hozzászokunk mondjuk egy régi panellakásban lakunk, ugye nem ment át a panelprogramon, simán halljuk az utcai zajt még 500 méterről is. Aztán beköltözünk egy új építésű házba, ahol jó kis műanyag nyílászárók vannak, és azt mondjuk, hogy milyen csendes ez a környék. Hát nem csendes a környék, hogyha kinyitjuk az ablakot,
pontosan ugyanolyan zajos, de ugye sokkal kevesebbet detektálunk abból a zajból, és úgy értelmezhetjük, hogy bizony nincsen elég zaj, vagy hát nincs túl sok zaj, hogyha kicsit reálisabban nézzük a helyzetet. Igen. Szerintem ez egy jó hasonlat nagyon, de tehát ennek az egész igen, kutatásnak az értelme az az, hogy így látni ezeket a megfigyelt jelenségeket, hogy például terhesség során az éhségérzet hogy változik meg, vagy hogy elhízás során, ami tényleg hatalmas probléma tud lenni, hogy változik meg, és nagyon érdekesek ezek a kutatások, hogy így belenéz az agyba, és így próbálja így kitalálni, hogy ott mi történik. Mert ez komoly válaszokat adhat, és egyébként nagyon sok embernek segíthet egészségügyi problémákat kezelni, ami nagyon fontos. Szóval szerintem megint kiveséztünk, jaj, ez de rossz, ezt sírtál, kiveséztünk egy érdekes egészségügyi... Kihipotalamuszoltunk. Kihipotalam, az nem hangzik olyan jól. Nem. Szóval megbeszéltünk egy érdekes ilyen egészségügyel kapcsolatos témakört, és szokás szerint, hogyha ezzel kapcsolatban maradtak kérdéseitek, azokat várjuk nagyon sok szeretettel. Továbbra is várjuk a téma ötleteiteket mindig, ugye hol tudtok minket elérni, várunk e-maileket a lyukasora.tudományból@gmail.com e-mail címre, vagy Facebookon az oldalunkon kommenteket, üzeneteket, vagy YouTube-on kommenteket. Hogyha tetszett ez a rész, akkor mindig szívesen fogadjuk a hüvelykúj fel, ha nem tetszett a rész, akkor szívesen fogadjuk a hüvelykúj le, de szívesen fogadunk építő jellegű kritikát, és akkor ugye, nem tudom, ezt már nem emlékszem nagyjából fél órával ezelőttre, hogy mondtuk a rész elején, hogy... Egy picit beharangoztam, de harangozz be jobban. A nyári szünetet. Így van. Igen, az, hogy most még itt vagyunk június második felében, még június utolsó hétfőjén itt vagyunk, a jövő héten egy része, de utána mi is elmászkálunk nyári szünetre, mert hogy mászkálni fogunk össze-vissza nyaralás, de még munka, meg egyéb címeken, konferenciák, blablabla, stb. Szóval úgy tűnik, úgy tervezzük most, hogy egész július és augusztusban off leszünk, hogyha nem tudjuk, hogy hiányozni fogunk remélhetőleg sokaknak, de szerintem azért ott van egy csomó régi rész, amit érdemes lehet visszahallgatni, hogyha jól emlékszem, ez a mai epizódunk, ez most a 120. részünk. Tehát eléggé szép irodalmunk van már fenn. Ó, akkor jövő héten pont 11 négyzet leszünk. Mi? 121, igen. Ha? Igen, ja. Szóval reméljük, hogy akkor, nem tudom, visszahallgathattok régebbi epizódokba, azokkal is várunk szívesen visszajelzéseket, de egyébként az új ötleteket, hogy mit szeretnétek hallani szeptembertől, hogy majd újult erővel visszacsobbanjunk, és további tudományos tartalmakat közvetítsünk majd számotokra. De azt hiszem, ezt mondtuk múlt héten is, hogyha valami világrengető dolog történik közben tudományos szempontból, akkor azért esetleg megpróbálunk bejelentkezni egy rendkívüli résszel, de ki tudja. Nem tudom, felfedeznek egy földhöz közeli fekete lyukat, azt nem szeretnénk. Hogy kiszínezik. Mit? A fekete lyukat. Ja, na mindegy. Szóval köszönjük a figyelmeteket mai napon is. Legyen szép hetetek, mindenki viselje el a kánikulák és melegeknek különböző mennyiségeit. Ezt magamnak is mondom, szedjem össze magamat, ne panaszkodjak annyit, és várunk vissza titeket a jövő héten is. Így van, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!